bármikor, és a világ bármely pontján találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek valódi szuperképességeik vannak. Olyanok, melyeket a véletlenszerű genetikai mutációk hoztak létre. A tudósok igyekeznek megfejteni a titkokat. Közel állnak ahhoz, hogy a szuperképességeket mindenki számára elérhetővé tegyék. Ismerjék meg önök is a valódi szuperembereket. DNS. Fejlődés. Mutáció. Új fajok. Génsebészet. Géntérkép. Valódi szuperemberek. Lapföld, a sarkkörtől 200 kilométerre északra. Kevés ehhez hasonlóan zord és hideg vidék létezik. Január van, és a hőmérséklet mínusz 26 Celsius fok. Ez a férfi már egy órája fut mezítlába havon és a jégen. Nincsenek fagyásai, nem hűlt ki, és nem érez fájdalmat. Képes szélsőséges hidegben élni. Olyan alacsony hőmérsékletet is kibír, amiben mások meghalnának. Csupán az akaratával képes felfűteni magát. A gyakorlás során rájöttem, hogy van valami termosztátféle idebent. Nem kézzel állítom, hanem az elmémmel. A jégember. Wim egyedi jelenség, genetikai különlegesség. Régebben egy ilyen képességekkel bíró ember tudományos rejtély maradt volna, de változnak az idők, és velük az emberi evolúció szabályai is. Már nem bízzuk magunkat a véletlenre, amit Darwin még természetes kiválasztódásnak hívott. A génsebészet segítségével a tudósok vették át az irányítást, és így már meg tudjuk fejteni a szuperképességek titkait, sőt, reprodukálni is tudjuk azokat. Hamarosan dönthetünk úgy, hogy gyermekünk olyan legyen, mint a jégember. Ez a pillanat vízválasztó nem csak a mi fajunk, hanem a bolygónkon létező élet számára. Képesek lehetünk felgyorsítani az evolúciót olyan mértékben, amire a darwini folyamat sosem lett volna képes. És a jégember nincs egyedül. A világ távoli szegleteiben élnek az evolúció jövőjének más genetikai előhírnökei is. Olyan képességeket hordoznak, amik egyszer majd az emberi faj hasznára válhatnak. Törökországban él a legkülönlegesebb festő, Esref Armagan, aki szem nélkül született. Senki sem mondhatja, hogy vak vagyok. Többet látok az ujjaimmal, mint a látók a szemükkel. Esref bebizonyítja, hogy a látáshoz nincs szükség szemre. A vakfestő. Zürichben él egy nő, akinek hihetetlen érzékelő képessége van. Elizabeth Salser nem csak hallja a zenét, de látja, és az ízét is érzi. Amikor zenét hallgatok, mindig látok színeket és formákat is. Érzékeinek összeolvadása nagy előnyt jelent Elizabeth számára, ezért kitűnő a memóriája. A szinesztéta. Németországban él egy csodabogár, akit Rüdiger Gamm-nak hívnak. Agya a számok végtelen birodalmába vezető kapu. Számológép embernek neveznek, mert jobban számolok, mint egy átlagos zsebszámológép. Villámgyorsan dolgozza fel az információkat. A számológép ember. A génsebészet hamarosan képes lesz tetszőleges tulajdonságok kiválasztására, hogy a jövőben fejlettebb embereket alkothassanak. Egy chicagói tudós újabb nagy lépést készül megtenni. Dr. Bruce Lahn, genetika professzor, olyan jövőt lát maga előtt, amelyben újra tervezhetjük saját fajunkat. A darwini folyamat helyett, amelyben a véletlenszerű mutációkat a kiválasztódás követi, mi magunk tervezhetjük meg a mutációkat, vagyis mi döntjük el, milyen irányba haladjunk.
Az emberi génkészlet feltérképezése során a tudósok felfedezték azokat az építőköveket, amelyek segítségével manipulálhatjuk génjeinket. Dr. Lán arra készül, hogy újabb szintre emelje a génsebészetet. A génsebészet a faj tökéletesítésére is használható lenne. Ezek a különleges képességekkel rendelkező emberek, legyen szó akár szinesztéziáról, hidegtűrő képességről, vagy arról, hogy valaki, aki nem lát, mégis rajzol. Csak felhívják a figyelmet fajunk változatosságára, amit felhasználhatunk arra, hogy a jövőben jobbá tegyük magunkat. Ez változtatja meg alapjaiban az evolúciót. Wim Hof egy szolid levélkihordó, akinek alter egója a jégember. Ez a titkos személyazonosság még kisfiú korából ered, amikor a hideg majdnem a halálát okozta. Az egész akkor kezdődött, amikor 7 éves voltam, és majdnem megfagytam. A ház verandáján üldögéltem, és elaludtam. Úgy támadott meg a zimankó, mint egy ellenség. Ez volt az első találkozásom a hideggel. Ott feküdtem, amíg a mentők be nem vittek a kórházba. Ha valaki nem talál meg, meghaltam volna. A fehér halál. De a hideg nem ölte meg Wimet. Olyan emberré tette, aki ellenállhatatlanul vonzódik a fagyos hőmérsékletekhez. Hollandiában január dereka van, a csatorna vize épp csak, hogy nem fagy be. És Wim képtelen megállni. Erős vonzódása a hideghez 17 éves korában csak fokozódott. Decemberben történt, körülbelül 29 éve. Akkor esett le az első hó Hollandiában. Teljesen belepte a közeli mezőt. Fehér volt és gyönyörű. Akkor jött az ötlet, hogy fussak mezítláb a hóban. Ellenállhatatlan gondolat volt. Nem tudom miért. Utána úgy égett a talpam, mint még soha. Nagyon fájt. Nem akart elmúlni, de nagyszerű volt. Wim vonzódása a hideghez fényderített különleges képességére, hogy a legzordabb körülmények között is képes felmelegíteni a testét. Hallottam Wimről, nagyon érdekes. Valószínűleg olyan génjei vannak, amiknek köszönhetően annyira tud alkalmazkodni, hogy nem érez olyan fájdalmat, mint mások. Ez is a géneken múlik. Genetikai adottságának köszönhetően Wim egészen elképesztő mutatványokat hajtott már végre. Ő az egyetlen ember, aki 1 óra 10 percen át teljesen a jég alá merült. Ő tartja a világrekordot a jégtábla alatti úszásban. Oxigén nélkül egy szál úszónadrágban 57,5 métert tett meg. Szuperképessége karbantartása céljából Wim rendszeresen bevonul egy húsfagyasztó hűtőkamrába. Amikor felfedezte az adottságát, eleinte csak extrém mutatványokra használta, de mostanra szinte rabja lett a hidegnek. Minden hétköznapi gondom eltűnik, ha ezzel foglalkozom. A hideg, amikor átadom magamat neki, az egy nagyszerű, megtisztító erő. Wim most valami újra készül, nem egyszerű mutatványra. Olyan erőpróba lesz ez, amivel épeszű ember sosem próbálkozott még. Le akarom futni a félmaratont mezítláb tél közepén, Lapföldön, a sarkkörön túl. Ezen a sivár tájon, 200 kilométerre északra a sarkkörtől, Wim megpróbál felállítani egy Guinness rekordot. 22 kilométert fut mezítláb rövid nadrágban, ám valaki elszakítja az álmától.
Dr. Oxa világhírű hidegfiziológus. Tudományos bizonyítékot akar arról, hogy Wim képes puszta akaraterővel növelni a testhőmérsékletét. Így Wim életében először bevonul egy laboratóriumba, hogy tudományos alapossággal megvizsgálják. Azt hallottam Wim Hofról, hogy hidegben meg tudja növelni a szervezete belső hőmérsékletét, és szeretném ezt a saját szememmel látni. Dr. Oxa egész sor kimerítő vizsgálatot készít elő. Ha Wim ezeken nem állja meg a helyét, valószínűleg a sarki futásra sem lesz képes. De nem a jégember az egyetlen szuperlény. Egy másik hős Németországban bukkan fel. Rüdiger Gamm, egy kiemelkedő szellemi képességű férfi. Összetett számításokat végez el egyetlen szempillantás alatt. Most egy viszonylag kis prímszámmal, a 109-el fogok elosztani egy kétjegyű számot. Megpróbálok eljutni 110-es jegyig. Ehhez kérek egy kétjegyű számot a közönségtől. 93. 93 osztva 109-el. Nulla, nyolc, öt, három, kettő, egy, nulla, nulla, kilenc, egy, hét, négy, három, egy, kilenc, kettő, hat, hat, nulla, öt, nulla, négy, öt, nyolc, hét, egy, öt, kilenc, hat. Az emberek nem voltak mindig így oda Rüdiger Gammért. Gyerekként nagyon nehezen talált barátokra. Nem volt normális gyerekkorom. Azt hiszem, a többiek kicsit féltek tőlem, mert mielőtt rendesen kezdtem volna beszélni, visszafelé beszéltem. Például így mondom előre, I was very bad. In math, és így visszafelé. És mikor visszafelé játsszuk le a szalagot, a szöveg tökéletesen érthető. A welzheimi emberek a mai napig olyan furcsán néznek rá, mint kisfiú korában. Azt hiszik, hogy ő az Antikrisztus, hogy lepaktált az ördöggel. Nagyon örülök, hogy olyan korban élünk, amikor már nem küldik mágiára az embereket azért, mert olyat tudnak, amit mások nem. Van, aki azt hiszi, magam vagyok az ördög, mert tudok visszafelé beszélni. Vannak, akik félnek tőlem. Mások azt gondolják, ez bolond. Nem normális. De nem csak a visszafelé beszéd miatt volt gondja Rüdigernek. Ironikus, de többször is megbukott matematikából. Az egész iskolában engem tartottak a leggyengébb matekosnak. Azt hiszem, négyszer is megbuktam matematikából. Rüdiger 21 éves volt, amikor különös dolog történt vele. Lényegében egyik napról a másikra jobban számolt, mint egy számítógép. 93 az ötödiken. 6 milliárd 956 millió 883 ezer 693. Rüdiger olyan ember, aki egyik pillanatról a másikra valamilyen különleges szellemi képesség birtokába jutott. Hogy mi okozza ezt a jelenséget, arra még nincs magyarázatuk a neurológusoknak. 20-21 éves korom körül fedeztem fel a tehetségemet. A számokról olvastam egy könyvet, és volt benne egy táblázat a hatványokról, hogy például egy a másodikon, kettő a másodikon, három a másodikon, egészen odáig, hogy 99 a másodikon, és ezek közül sokat megjegyeztem. Pár hét múlva elkezdtem számolni ezekkel, és így kezdődött. Akkor még nem változott meg az életem.
Az másfél évvel később történt, amikor szerepeltem egy német tévéshowban. Hier ist Rüdiger Gamm. 682 Billiarden, 201 Billion. Rüdiger azonnal és hibátlanul megválaszolta a kérdést, mennyi 87 a 12-en. 618.081. A tévés győzelem nagy pillanat volt Rüdiger Gamm számára. Életében először élvezte, hogy más, mint a többiek. Amikor megnyertem ezt a tévéshowt, rájöttem, hogy olyasmikre vagyok képes, amire mások nem. Ettől kezdve lett önbizalma. Az ausztráliai Center for the Mind alapító igazgatója, Dr. Ellen Snyder, a világ első számú észlelés és szaván szindróma kutatója. Rüdiger képességeivel kapcsolatban kérdései vannak. Ami nagyon izgat Rüdiger Gammalban, hogy vajon már az autisztikus szaván kategóriába esik-e. Snyder kísérleteiben rendszeresen vizsgál olyan különleges képességeket, mint amilyen Rüdigeré is, például a nagy mennyiségű információ gyors előhívása. Vannak, akik életük minden egyes napjára emlékeznek. Mások szinte mindenre, amit olvastak. Különleges memóriájuk van. És ezek az emberek általában agykárosultak. Rüdiger azonban nem szeretné, ha a szavánként tartanák számon. Be kell bizonyítania, hogy Dr. Snyder téved. A legnagyobb vágyam, hogy az emberek 300-400 év múlva is ismerjék a nevemet. Lehet, hogy álma teljesül. A központban Rüdiger valami olyat mutat majd meg Dr. Snydernek, amit még senki sem látott. Rüdiger tehetsége, hogy azonnal elvégzi a számításokat, és Wim képessége, hogy túléli a hideget, komoly lehetőséget jelent az emberiség többi tagja számára. Ezeket a tulajdonságokat génsebészettel más emberekbe is beültethetjük. Dr. Bruce Lan genetikus a Guangzhou-i Sun Yat-sen Egyetem őssejtbiológiai és szövettervezési központjának egyik alapítója. Itt könnyen hozzáfér állati és emberi őssejtekhez egyaránt. A tudomány bizonyos ágait itt könnyebben művelhetem, mint más helyeken. Laborjában Dr. Lan rendszeresen megváltoztatja az élőlények DNS-ét. A génmanipulációkkal a tudósok tanulmányozhatják a génsebészet hatásait, mielőtt még embereken próbálnák ki. A laboratóriumban rendszeresen végzünk génsebészeti beavatkozásokat primitívebb organizmusokon, hogy lássuk, miként működnek a génjeik. De ahhoz, hogy ugyanezt embereken is elvégezzük, sokkal nagyobb óvatosság kell, mert nem szabad hibázni. Dr. Bruce Lam most megkísérel genetikailag összeolvasztani két különálló fajt. A szokványos, laboratóriumi egeret készül egyesíteni az erdei egérrel. Habár ez a két rágcsáló elég egyformának tűnik, genetikailag távolabb állnak egymástól, mint az emberek a csimpánzoktól. Dr. Lam csapatának először stabilizálnia kell a mikroszkópikus egérembriót anélkül, hogy kárt tennének benne. Ezután erdei egér őssejteket injekcióznak az embrióba, amely reményeik szerint ezután kimérává fejlődik. Olyan lényé, amely két különböző faj génkészletét hordozza, kizárólag emberi beavatkozásnak köszönhetően. Bonyolult és kényes művelet ez. Két genetikailag ennyire eltérő faj egyesítésével még senki sem próbálkozott ezelőtt. Dr. Lan most a tudomány eddig nem járt ösvényére lép. Ha sikerrel jár, kimérája a legnagyra vágyóbb alkotás lesz a világon.
A következő lépés pedig már az emberi fajra is hatással lehet. A világ másik felén él egy nő, akinek szintén nagy hatása lehet az emberi faj jövőjére. Elizabeth Salser egy genetikai ritkaság. Génjeinek köszönheti különleges képességét. Az érzékei összeolvadtak. Mindig láttam a színeket. Egy lépést sem tehetek nélkülük. Egy sávot látok, és rajta sokféle színt. Amikor megyek az utcán, és hallok egy autót, vagy csöng egy mobiltelefon, mindig látom a színt, amikor hallok egy hangot. De ha a kutya ugat, vagy a madarak csiripelnek, az is olyan, mint a zene. Akkor is egy csomó színt látok. Elizabethre a Zürichi Egyetem neuropszichológiai tanszékének vezetője bukkant rá, és azonnal vizsgálni kezdte. Azt gyanította, hogy szinesztéziája van. Az a ritka elváltozás, amikor áthallás van az érzékek között. Ám ami igazán váratlanul érte dr. Jankét, az a lány képességeinek hihetetlen spektruma volt. Nincs még egy szinesztéta a világon, akinek ugyanolyan képességei lennének, mint Elizabeth Salsernek. Azt mondanám, egyedülálló, amit tud. Kevesebb, mint 1000 olyan szinesztéta él a világon, akik színeket látnak, amikor zenei hangokat hallanak, és kevesebb, mint 500, akik ilyenkor ízeket éreznek. És Elizabeth a világon az egyetlen, akinél együtt jelentkeznek a színek, a zenei hangok és az ízek. A színek csodálatos kavalkádját csak ő látja. A gyermekkorom nem volt egy fényes időszak. Valahogy mindig különcnek éreztem magam, és elszigetelődtem a többiektől. 16 éves koromban egy barátnőmmel voltam, amikor esni kezdett az eső. Hallottam az esőcseppeket. Aztán hallottam egy G hangot, és láttam, hogy az a G kék. És így mentem végig az egész skálán, és láttam, hogy mindegyik hangnak saját színe van. Ez volt az első alkalom, hogy tudatosan észleltem a színeket. Megkérdeztem a barátnőmet, hogy ő is látja-e a színeket, amikor zenét hallgat, mire furcsán nézett rám. Különös érzés volt, hogy ezzel egyedül vagyok, és más vagyok, mint a többiek. Elizabeth tényleg nem olyan, mint a többiek. Amikor dr. Janke felvételt készített az agyáról, olyan kapcsolatokat látott benne, mint senki máséban. Különleges összekapcsolódásokat találtunk a színterületek, az ízterületek és a hallás között. Dr. Janke azt észlelte, hogy azok az idegpályák, amelyek Elizabeth agyában a látást, a hallást és az ízlelést kötik össze, rendkívül aktívak. Átlag embereknél ezek a kapcsolatok szinte alszanak. Amíg dr. Janke nem diagnosztizálta a szinesztéziáját, Elizabeth képességeinek egy újabb dimenzióját fedezte fel. Pár héttel azután, hogy észrevettem a színeket és a hangokat, felfedeztem, hogy ízeket is érzek a nyelvemen, amikor egymástól bizonyos távolságra lévő két hangot hallok egyszerre. A kis szekund savanyú, a nagy szekund keserű, a kis szext pedig krémes. Nem tudtam, mi ez. Megijedtem magamtól, azt hittem, meg fogok bolondulni. A szinesztézia azonban nem csak Elizabeth agyában található meg, benne lehet a génjeiben is.
Az Oxfordi Egyetem neurogenetikusai ezeket a géneket keresik, és vannak, akik különösen kíváncsiak az eredményre. Dr. Jamie Ward úgy véli, hogy a szinesztéziának határozott előnyei vannak. Oxfordi kutatók megpróbálják megkeresni ezt a gént, és már találtak olyan markereket, melyek valószínűleg a szinesztéziához kötődnek. De szinesztézia gént még senkinek sem sikerült találnia. Szerintem csak idő kérdése, és meg lesz az is. És ha megvan, meg lesz a lehetőség arra is, hogy minden ember képes legyen látni és ízlelni is a zenét. Elizabeth Sulzert folyamatosan színek, ízek és hangok ostromolják. A szinesztézia a tudósok szemében lehet izgalmas, de nem ők élnek vele. Elizabeth viszont egy percre sem tudja kikapcsolni. Jó lenne találni valakit, aki olyan, mint én, de nem hiszem, hogy sok esély volna rá. A kilátások azonban hamarosan nagyot javulnak. Halló? Halló, Elizabeth-tel beszélek? Igen, én vagyok. Üdvözlöm, Dr. Ward vagyok, neurofiziológus a Londoni University College-ről. Beszélhetünk most? Igen, persze. Az Oxfordi Egyetem kutatói a világ minden tájáról összegyűjtik a szinesztétákat egy genetikai vizsgálathoz. Megszervezhetem, hogy megismerkedhessen más szinesztétákkal, és akkor megoszthatják a tapasztalataikat. Szuperemberek felbukkanhatnak a világ bármely pontján. A Torontói Egyetemen Dr. John Kennedy, percepciós és kognitív pszichológus, egy különleges férfi képességeit vizsgálja. Esrefét, a vakfestőjét. Esref vak, és gyerekkora óta rajzol. Méghozzá megdöbbentően jól. Sokak szerint jobban, mint sok látó ember. Esref Törökországban él. Esref Armagan egy genetikai rendellenesség miatt szem nélkül született. Ettől a látszólagos fogyatékosságtól kapta a legfantasztikusabb képességét. Tájképet fest, de közben nem lát. Ez a művész alapjaiban változtat meg mindent, amit a tudomány a látásról feltételezett. Esref sosem látta a napfényt. Nehéz gyermekkora volt, és komoly akadályokat kellett leküzdenie, mire felismerte tehetségét. Vaknak lenni Törökországban az 50-es években nagyon nehéz volt. Például, amikor a barátaim biciklizni mentek, én nem tarthattam velük. És amikor búgócsigával vagy üveggolyóval játszottak, akkor sem játszhattam velük. Mindig egyedül játszottam. Mivel születésemtől fogva vak voltam, természetesen iskolába sem mehettem a többiekkel. Amikor megrajzolta az első képet, Esref rögtön tudta, hogy ez a hivatása, és hogy a vaksága sem állíthatja meg. Esref festményeiben különösen megdöbbentő a színek, az árnyékok használata, a kompozíció, és a legfontosabb, a perspektíva. Azaz, ahogyan azt festi meg,
ahogy a tárgyak egyre kisebbek lesznek a távolban. Szemek nélkül nem volna lehetséges ilyen felismerhető és jól megkomponált képeket festeni. A Harvard Egyetem tudósait zavarba ejti Esreff képessége. Meg akarják vizsgálni az agyát, hogy rájöjjenek, hogyan csinálja. Esreff olyasmit csinál, amiről azt gondoltuk, be van zárva a vizuális agyba. És csak akkor lehetséges, ha van vizuális input. A kutatókat különösen az izgatja, hogy bánhat ilyen jól Esreff a háromdimenziós térrel. Esreff azonban festőként, és nem vakfestőként szeretne ismerté válni. Azt akarom, hogy úgy emlegessenek, mint az embert, aki az új begyeivel látta a világot. Azt akarom, hogy a művészetem miatt emlékezzenek rám. De egyelőre hajlandó segíteni a kutatóknak. Dr. Kennedy nagyon merész kísérletet talált ki. Azt akarja megtudni, vajon Esreff valóban érti-e a perspektívát. A kísérletemben meg fogom kérni Esreffet, hogy rajzoljon le egy bizonyos firenzei épületet, ami tulajdonképpen a perspektíva felfedezésének forrása és eredete volt. Azé a technikái, amivel a mélységet kell ábrázolni a festményeken. ...1413-ban Filippo Brunelleschi az általa tervezett és épített nagyszerű katedrális a Dóm lépcsőjén állt. A tér túlsó oldalán álló Batisterót nézte, egy nyolcszögletű román stílusú épületet. Ez az építmény fette fel előtte végül a perspektíva megoldását. Bonyolult geometriája miatt rendkívül nehéz lerajzolni, még annak is, aki lát. Képes-e megbírkozni egy olyan bonyolult épülettel, mint a Battistero? Le tudja rajzolni minden részét úgy, hogy visszaadja a tér három dimenzióját, mégpedig helyesen? Ha igen, akkor ez az ember elképesztő. Esreff képessége megváltoztatja elképzeléseinket arról, hogy mit jelent látni. De a jövő világában, ahol a genetikai rendellenességek, mint például a vakság eltörölhetők, egy olyan ember, mint Esreff, valószínűleg nem is fog megszületni. Az emberek lassan elfogadják az új génsebészeti eljárásokat, ha ezeknek az az eredménye, hogy egészséges gyermekek születnek. Akiknek jobb élete lesz a változtatások után, mint azok nélkül lett volna. Legyen ez akár nagyobb intelligencia, vagy a rákkal szembeni nagyobb rezisztencia. És végül ezek az egészséges gyermekek akár különleges képességeket is kaphatnak. Ennek az új evolúciós korszaknak az egyik első állomása most itt ül, ebben a Petri csészében. Dr. Lán rákcsáló egyesítő kísérlete komplikált és lassú, de ha minden terv szerint halad, körülbelül 21 nap múlva egy új állatfajta jön a világra. Az új állatfajok megteremtése és a génjeikkel való bűvészkedés nem a génsebészet végső célja, ez csupán a kezdet. Előbb vagy utóbb a saját fajunkon is fogunk végezni génsebészeti beavatkozást. Nem az a kérdés, lesz-e ilyen, hanem hogy mikor. Az ellenállás hiába való. Az emberiséget megtenni saját evolúciója irányítójává igen kockázatos dolog. Mint minden úttörő új technológiában, a génsebészetben is megvan a lehetőség a jóra és a rosszra is. Dr. Bruce Lán úgy véli, a génsebészet drámai módon kiszélesíteni a szakadékot gazdagok és szegények között. Ha azok, akiknek van pénzük, fejlettebb gyerekekhez juthatnának, mint azok, akiknek nincs, elképzelhető, hogy idővel az emberiség két teljesen eltérő fajra oszlana. A javított kiadásúakra és az alapváltozatra. Olyan jelentős biológiai különbség lenne a két csoport között, hogy a társadalom már nem csak szociálisan lenne rétegzett, de biológiailag is. Egy olyan korban, amelyben a szuperhős képességek pénzért megvásárolhatóak, elkerülhetetlenül a vagyonosok és a befolyásosak lennének az elsők, akik kihasználják az új géntechnológia adta lehetőségeket. Ray Kurzweil multimilliómos feltaláló és író olyan jövőre vágyik, amelyben kiiktatható az öregedés és a halál, és örökké élhet.
Mr. Halhatatlan. Az egészséges öregedés már önmagában képtelenség. Az öregedéssel elveszítjük az ügyességünket, az érzékeinket, a szexuális vágyainkat, a szellemi és fizikai képességeinket. Nem kellemes folyamat. A halált azért fogjuk fel jó dologként, mert nincs más választásunk. Kurzweil szerint azonban ez hamarosan megváltozik. A 65 elég optimálisnak tűnik, ez alá szerintem nem menjünk. Dr. Terry Grossman kezeli, akit a hosszú élet szakértőjének tartanak. Véleményem szerint az arányok a legfontosabbak. Kurzweilnek abban próbál segítségére lenni, hogy elég sokáig éljen ahhoz, hogy learathassa a genetikai forradalom hasznát. Ma még nincs meg minden eszközünk ahhoz, hogy akár meddig meghosszabbíthassuk az életet. De 10 éven belül tökéletesen érteni fogjuk a biológiát, maximum 15 év. Csak egy gond van, lehet, hogy Mr. Halhatatlan nem él addig. Olyan géneket hordoz, amelyeknek nem örül. 2. típusú diabéteszét és a családban több generációra visszanyúló szívbetegségekét. Kurzweil hosszú életszakértője tehát a következő stratégiát találta ki. Naponta 8 csésze zöldtea, 250 táplálék kiegészítő tabletta, hetente intravénás vitaminkúra, alkalikus ásványvíz és szigorú torna gyakorlatok. A géneket lehet ki és bekapcsolni. Lehet ki és bekapcsolni az enzimeket. Ez egészen új elgondolás, ami eszünkbe sem jutott, amíg meg nem volt a genom, és ennek még csak 3 éve. Még mindig csak a folyamat elején járunk, de 10 év múlva 1000-szer annyit tudunk majd, mint ma, és valóban képesek leszünk újra programozni a szervezetünket. 10 év múlva egészen más lesz a világ. Az örök élet mellett Ray Kurzweil másik kedvenc elfoglaltsága a jövő előrejelzése. Azt írta róla a Forbes magazin, valódi emberi gondolkodógép és Thomas Edison jogos örökösének nevezte. Kérem, köszöntsék Ray-t! Egész birodalmat épített fel arra a képességére, hogy prognosztizálja a technológiai trendeket. Előre látta, hogy a számítógép meg fogja verni az embert csakban. Megjósolta a Szovjetunió összeomlását és az internet elterjedését. Kurzweil szerint jobb, ha hozzászokunk a drámai változásokhoz, mert azok egyre gyorsuló tempóban következnek be. A technikai fejlődés üteme önmagában gyorsul, nem állandó. Bár érzésünk szerint a változások jelenlegi üteme nem változik, modelljeim szerint minden évtizedben megduplázzuk a paradigmaváltás sebességét. Tehát a következő 50 évben 32-szer annyi változást fogunk tapasztalni, mint amennyit az elmúlt 50 évben láttunk. Kurzweil csak ül, nagy becsben tartott porcelán macskái körében, zöld teát szürcsöl, tablettákat nyeldes, és közben olyan jövőt tervez, amelyben ő is különleges képességek birtokosa lesz. Az embert sokan a korlátaival szeretik meghatározni. Véges élettartam, véges fizikai erő, véges szellemi képességek. Pedig ez változik, és nagyon szeretnék még sokáig itt maradni, hogy láthassam azokat a fantasztikus változásokat, amiket szerintem meg fogunk tapasztalni. Kurzweil azonban már 58 éves. Sem apja, sem nagyapja nem érte meg ezt a kort. 15 év még nagyon hosszú idő. De neki van egy terve. A valódi szuperemberek a Föld távoli pontjaira utaznak. Hamarosan mindegyikük beható vizsgálatokon esik át, melyek eredményei egész életükre és az egész emberi fajra hatással lesznek. Dr. Lang kísérlete pedig hamarosan valósággá válik. Erdei egér őssejteket ültettek be sikeresen egy közönséges egérembrióba. Ezt a módosított embriót ültetik most vissza az anyába, és megkezdődik a 3 hetes kihordási időszak. Ez alatt a Föld túloldalán Wim kerül dr. Oksa nagyítója alá. Oksa hideg fiziológus, és Wim képességeit illetően kételkedik, úgyhogy előkészített számára néhány extrém vizsgálatot. Ha Wim nem jól reagál ezekre, veszélybe kerülhet álma a havas jeges félmaratonról.
Azt szeretném megnézni Wimnél, hogyan reagál a szélsőségesen hideg hőmérsékletekre. Wim minden életjelét pontosan megfigyelik, miközben fagyponthoz közeli hőmérsékletű vízbe merítik. Wimet 8 fokos vízbe merítjük, amíg a belső hőmérséklete le nem süllyed 36,5 fokra. 36,5 fok alatt minden normális ember számára már fennáll a kihűlés veszélye. Wim a semleges kamrában készülődik, közben oxaszondái figyelik a szívverését, bőrének hőmérsékletét, anyagcsere működését és főleg testének belső, úgynevezett maghőmérsékletét. Amikor egy átlagos embert 8 fokos vízbe merítenek, az első reakció a nagyon erős fájdalom. Ez annyira erős is lehet, hogy a többség 5 percnél nem is bírja tovább. Itt látom a szívverését, percenként 51, ami nagyon alacsony érték. Most megkérdezem, hogy érzi magát, válassza ki, amit megfelelőnek gondol. Közömbös, vagy enyhén hűvös. Érez fájdalmat? Nem, semmit. Bizsergést? Egy kis bizsergést. Hol? A vállam körül. Jó, és zsibbadást? Zsibbadást? Nem. Amikor Wimet betettük a 8 fokos vízbe, meg se rezzent, ami szokatlan. Egy átlagos embernek ilyenkor a hirtelen hidegtől minimum elakad a lélegzete. 7 perc elteltével az átlagos embernek olyan erős fájdalmai lennének, ami a kínszenvedéssel határos. 7 perce van a vízben. Mit lát, doktor? Az anyagcsere reakciói is csekélyek. Egyelőre nem okoz nagy gondot neki, hogy oda bent van. Wim koncentrál, hogy beindítsa a belső hőmérőjét, és megtegye, amire csak ő képes. Belülről melegítse fel magát. A maghőmérséklete 37,2 fok, ami körülbelül 3 fokkal magasabb, mint amikor beeresztettük a vízbe. 15 perc elteltével a legtöbb ember hevesen reszketne, nem tudna tisztán gondolkodni, és a beszéd szinte lehetetlen lenne számára. Doktor úr, mi a kedvenc időtöltése? 25 perc után az átlagember már valószínűleg eszméletlen volna. A reszketés abba maradna, és az illető halottnak tűnne. Érez fájdalmat? Nem, semmit. Bizsergést? Egy kis bizsergést. Zsibbadást? Nem. Reszket? Igen, most? Jól van. Mennyi a maghőmérséklet? A maghőmérséklete most 36,5, úgyhogy most befejezzük a kísérletet. A figyelemre méltó 25 perces idővel Wim bizonyságot tett képességéről, tényleg tudja szabályozni testének maghőmérsékletét. Az anyagcsere reakciói jók voltak. Tény és való, képes hőt termelni. Hogy vagyunk? Jól. Vegyük le a maszkot. Igen. A szívverése nagyon lassú volt. Pihenő értéken tartotta, de amikor ide bejött, heves volt az anyagcsere reakciója. Wim most már neki láthat a félmaratonnak. Dr. Oxának pedig be kell ismernie, hogy míg ez a futás a többség számára az öngyilkossággal lenne egyenlő, Wim akár sikerrel is járhat. Wimnek jó esélye van rá, hogy véghez vigye. Ez alatt Bostonban Ray Kurzweil keményen dolgozik az örök élet stratégiáján. Vérvizsgálatot végeztet, hogy lássa, van-e valami hatása a rengeteg beszedett tablettának. Egyértelmű, hogy megpróbálok örökké élni. Fel sem foghatom, miért akarna bárki is meghalni. Egy szúrást fog érezni. Kurzweil úgy véli, a biológiánk olyan, mint egy elavult szoftver, sürgősen fel kell frissíteni.
Nem bízhatjuk magunkat csupán a génjeinkre. Ha csak a természetes biológiai folyamatokra hagyatkozunk, az eredmény a gyors leépülés, öregedés, betegség és halál. Ez a természetes program. 59. születésnapja előestéjén a legnagyobb ajándékot ettől az ampulla vértől kaphatja. Az üvegcse tartalmában triglicerid, koleszterin és glükóz szintet, valamint más öregedés jelző értékeket vizsgálnak. Kurzweil egy héten belül megtudja, jó úton halad-e a halhatatlanság felé, vagy egyszerűen megöregszik, mint bárki más. Rüdiger Gamma félvilágot átrepülte, hogy Sydneyben bebizonyítsa, ő nem csupán egy hirtelen szavan, hanem különleges lángész. Dr. Snydernek meggyőződése, hogy Rüdiger 21 éves korában hirtelen előbukkanó matematikai tehetsége nem is olyan rejtélyes. Vajon spontán szavan lenne? A szavan olyan ember, akinek valamilyen különleges szellemi képessége van. Szerintem ez egyfajta mimikri. Érdekes, de számomra nem a kreativitás jele. Rüdigernek először át kell jutni a Snyder tesztjein, amelyek azt vizsgálják, vajon feltűnnek-e neki a részletek, miközben elsiklik az összkép fölött, ahogy az autisztikus szavanok teszik. Rüdigert különböző próbáknak vetettük alá. Az első azt mutatja meg, képes-e Rüdiger pár másodperc alatt rengeteg apró részletet feldolgozni. A képernyőn egy csomó pöttyöt fog látni. Tippelje meg, hogy mennyit. Az autisztikus szavanok szinte mindig eltalálják a pontok számát, az átlag emberek nem. 130. 180. 140. 110. 120. Hogy ment? 4 teli találat. Nagyon jól sikerült. Snyder biztos benne, hogy tesztjei ki fogják mutatni Rüdiger klasszikus szavon. Őt azonban nem lehet ilyen egyszerűen beskatujázni. Látni fog egy képet. Aztán változtatunk rajta valamit, és ki kell találnia, hogy mit változtattunk. Meg kell találnia egy apró eltérést a két kép között. Az autisztikus szavanok általában észreveszik a különbséget. Az eredeti? A változat. Az eredeti? A változat. Ám Rüdiger nem veszi észre. Ebben nem vagyok túl jó. Rüdiger az összképet látja, nem az apró változást. Snyder szavan elmélete egyszerre megkérdőjeleződik. A repülőgép motor változott. Snyder elbizonytalanodott, de előáll még egy mindent eldöntő kísérlettel. Rüdiger, ha 1965. november 23-án születtem, az a hét melyik napjára esett? Azt hiszem, kedd volt. Kedd. Így van, kedd volt. Sok autisztikus szavan képes kiszámolni a dátumokat, de az az igazság, hogy nem tudják, miként csinálják. Snyder arra kíváncsi, vajon Rüdiger érti-e azt, amit csinál? A csapat úgy döntött, megváltoztatjuk a kérdést, ami más módszert igényel, és meglátjuk, így sikerül-e neki. 1930 és mondjuk 2030 között melyik években esik november 23-a csütörtökre? Ilyet még sosem csináltam, de megpróbálom. Szerintem menni fog. Nem jön zavarba. Ott a helyszínen alkot meg egy szabálycsokrot, amivel megoldható a feladvány. Ez egy új algoritmus. 1950-ben, 1961-ben, 1967-ben, és te jó ég, képes volt megváltoztatni a metódust, amivel általában számolt, és sorolta az éveket. Aztán még korrigálta is őket szökőjével. 1944, 1972,
2000 és 2028. Így van. Nagyon érdekes. Azt mondja, még sosem csinált ilyet azelőtt. Nagyon jó. Maga nem autisztikus szavan. Ebből kiderült, hogy nem egyetlen algoritmus rabszolgája. Ott helyben meg tudta változtatni, ami igazán egyedülálló. Lenyűgöző. Snyder szavan elmélete nem állta ki a próbát. Mi több, Rüdiger olyasmit tett, ami egyes tudósok szerint matematikailag lehetetlenség. Ebben az a rendkívül érdekes, hogy nagyon gyorsan felállított egy új algoritmust. Vannak tudományos folyóiratok, melyek szerint nincs ilyen, de maga nyilvánvalóan feltalálta. Arra számítottam, hogy egy különc szavan lesz, aki már az autizmus határához közelít, és majd szépen bemutatjuk, hogyan működik ez az enyhe autizmus. De nem az. Annál sokkal rejtélyesebb, sokkal érdekesebb. 87 A történelmi algoritmus előállítás nem teszi Rüdigert elégedetté. Már is újabb nagy matematikai tettre készül. Ezúttal milliók előtt. Londonban egy másik rejtélyes genetikai adottsággal megáldott ember, Elizabeth Salser készül felfedni titkait a tudomány előtt. Dr. Jamie Ward elmélete szerint a szinesztézia nem csak abból áll, hogy az érzékek összekapcsolódnak. Úgy véli, ettől a memória is többre képes. Üdvözlöm, Elizabeth! Hello. Jó napot! Köszönöm, hogy eljött Londonba. Dr. Wardnak azonban hamarosan rá kell jönnie, hogy Elizabeth képességei az ő képzeletét is fölülmúlják. Elizabeth nem csak a zenétől lát színeket, de a neki mondott szavaktól is. Le tudná írni nekem, mit lát és hol látja, amikor kimondok egy szót, mondjuk, hogy ablak? Milyen színeket lát? Fehéret a B-re, feketét a K-ra, és olívazöldet az elején az A-ra. Szóval színesben látja a szavakat olyan 3-5 méterre. Igen, mindig. Ez elég érdekes, mármint, hogy a testén kívül pár méterre látja. Ez nem mindenkinél van így. Elég szokatlan. Dr. Ward felolvas 15 szót Elizabethnek. Arra kíváncsi, mennyire tud visszaemlékezni. Jó, akkor kezdjük. Dob, függöny, csengő, kávé, dob, kanál, függöny, ház, kert, kávé. 15-ből 10-et tudott, ami kicsivel jobb, mint az átlag, de ez még nem az igazi kísérlet. Jó, most egy másik feladat jön, a színmemóriát teszteljük. Elizabeth nem tudja, de az újabb próba csak arra való, hogy elvonja a figyelmét. Dr. Ward valójában arra kíváncsi, mennyire emlékszik az eredeti listára félórányi újabb információ után. Most arra kérem, próbáljon meg visszaemlékezni azokra a szavakra, amiket az elején olvastam fel magának. Menni fog? Igen. Dob, függöny, csengő, kávé, iskola, szülő, hold. Elizabeth most 14 szóra emlékezett az eredeti 15-ből, ami 4-jel több, mint amikor fél órával ezelőtt azonnal vissza kellett mondania. Ez szinte példátlan. Ház. Folyó. Okay, that's very good. Nagyon jó. Elizabeth eredményei rendkívül érdekesek. Jobban képes visszaemlékezni az információra, ha már megtanulta. Elsőre úgy tűnik, ugyanolyan jól jegyzi meg a listát, mint mások, de aztán nem felejti el úgy, mint az átlag, mintha beleégne a memóriájába. És úgy véljük, ehhez valószínűleg felhasználja a színeit. Elizabeth igazolta Dr. Ward elméletét. Az ilyen bővített memória mindannyiunknak hasznára válna.
De mielőtt ez valódi lehetőségé lesz, az Oxfordi Egyetem neurogenetikusainak meg kell találniuk a géneket, és Elizabeth hozzájárult, hogy segít nekik. Megpróbálják megtalálni a genomon a hotspotokat, ha úgy tetszik, amik a szinesztéziához kötődnek. A 10 millió font költségvetésű kutatás a szinesztézia génjeit keresi. A szinesztéták a világ minden tájáról érkeznek, hogy felajánlják DNS-üket. Hamarosan Elizabeth is találkozhat hozzá hasonlókkal. Esref, a vakfestő, megérkezett Bostonba. Hajlandó találkozni a Harvard világhírű neurológus csoportjának tagjaival, akik arra kíváncsiak, hogyan lehet, hogy valaki, akinek nincs szeme, ilyen hihetetlen képeket fest. Kísérletük részeként MRI vizsgálatot végeznek Esrefen. Arra kérik, hogy rajzoljon, és közben megfigyelik agytevékenységét. Esrefnek, amennyire lehet, mozdulatlannak kell maradnia, hogy tiszta képet kapjanak az agyáról. Amíg rajzol, a kutatóknak földbe gyökerezik a lába attól, amit a monitoron látnak. Esref agyának azok a területei, amelyeknek a vaksága miatt inaktívnak kellene lenniük, egészen szokatlan módon reagálnak. Az agy vizuális területei, amik normálisan látó embereknél úgy ragyognak fel, mint a karácsonyfa, amikor néznek valamit, aktiválódnak és hihetetlenül dinamikussá váltak. Valahányszor Esref a perspektívikus rajzolásra gondolt. Esref MRI felvételei egy teljesen új dologra derítenek fényt. Azt mutatják, hogy a látás nem csupán a szemen keresztül beérkező információkat jelenti. A látás, ahogy most kiderült, a térérzékelő képességünket is magában foglalja. Bravo! Esref azt mutatta meg, hogy félreértettük a látást. Azt gondoltuk, a képeket a látásunk teremti, mert távolságok, irányok és szögek vannak bennük. Nem vettük észre, hogy ezek a dolgok tapintással is felfoghatók. Vagyis tapintott képeink ugyanúgy lehetnek, mint látottak. Minél többet tud meg Dr. Kennedy és a harvardi csapat Esrefről, annál elszántabban szeretnék folytatni a vizsgálatokat. Esref azonban kimerült. Megértem, hogy ha beleülök ezekbe a gépekbe, az világszerte sok embernek segíthet, de azt is tudom, hogy károsak is lehetnek. Még most is hallom a zajukat a fejemben. Megviselt ez az élmény, és most azt mondanám, nekem inkább nehéz volt és fájdalmas. Esref csak azért tart ki, mert szeretné bebizonyítani, hogy igazi művész, és nem csupán genetikai anomália. Ezért Firenzébe repül, hogy megküzdjön a rajzolás legnehezebb vizuális problémájával, a háromdimenziós perspektíva ábrázolásával. Habár ismeretlen vizekre eveznek, a tudósok nem rettennek vissza attól, hogy génjeinkkel pepecseljenek és megváltoztassák saját evolúciónk menetét. Három héttel azután, hogy erdei egér őssejteket juttattak egy közönséges egérembrióba, megszületett a kiméra. Dr. Lán a tudomány új területére lépett. Eddig még sohasem kereszteztek két genetikailag ennyire távol álló fajt. Csodák csodája, létre tudtunk hozni egy kimérát. Egy olyan állatot, ami félig erdei egér, félig házi egér. Az ember most már uralja a természetes kiválasztódást. Ez a kiméra rá az élő bizonyíték. Én személy szerint nagy jelentőséget tulajdonítok az egér-erdei egér kimérák létrejöttének, mert ez az első, ami bizonyítja, hogy két evolúciós szempontból nagyon különböző faj egyetlen koherens organizmussá tud fejlődni. Dr. Lán új területre vitte az evolúciót azzal, hogy egy fajok közötti lényt hozott létre. Bármilyen természetellenesnek tűnik is, Lán hiszi, hogy mindig is feszegettük az emberi lét határait. Ha visszamegyünk pár millió évet, amikor az ember ősei még a fákon éltek, az elsőt, aki lemászott, valószínűleg kinevették. Mi értelme lemászni és kockáztatni, hogy felfajjanak az oroszlánok? De azoknak, akik azt az első lépést megtették, nekik köszönhetjük az emberi faj felemelkedését.
Wim Hof és a többi szuperember talán nem is tudja, de ők is olyanok lehetnek, mint azok az őseink, akik lemásztak a fáról. Az emberi faj jövőjének genetikai előőrse. Kolari lapföldön található, 200 kilométerre északra az északi sarkkörtől. Ez a félmaraton előestéje, és Wim megpróbál aklimatizálódni a metsző hideghez és a hóhoz. A holnapi mutatvánnyal próbára teheti képessége határait. Miközben megkezdi utolsó gyakorlatát, Rüdiger Gám élete nagy próbájára vár. Egy népszerű ausztráliai reggeli rádióműsor vendége lesz, ahol összetett matematikai számításokat kell majd elvégeznie. Rüdiger Gám lesz a műsor vendége, az emberi szuperszámológép Németországból. 19 éves korában jött rá, hogy kell matekozni, addig egyáltalán nem volt jó benne. És most itt a stúdióban próbára tehetjük bámulatos elméjét. Rüdiger olyasmire készül, amivel eddig még senki sem próbálkozott. Élő rádióadásban kísérli meg kiszámolni egy olyan szám összes hatványát, amit ott helyben közöl vele a műsorvezető. A torontói egyetemen dr. Kennedy arra készül, hogy elvigye Esrefet Firenzébe. Esref MRI vizsgálatával dr. Kennedy új betekintést kapott abba, hogyan működik valójában a látás. Most arra kíváncsi, Esref le tudja rajzolni a Battisterót háromdimenziós perspektívában. Egy építész, Filippo Brunelleschi találta fel a perspektívát. Ő az egyetlen a civilizációnkban, akinek sikerült. Bárki, aki perspektívikusan rajzol, Brunelleschihez nyúl vissza. A 15. század előtt a művészet minden ágában, a világon mindenhol hiányzott a következetes perspektíva. Az épületek egymásra dőltek, és a bor lefolyt az asztalról. 1413-ban Filippo Brunelleschi mindent megváltoztatott, amikor feltalálta a távlat geometriáját a képzőművészetben. Ha odavisszük Esrefet ahhoz az épülethez, ahol felfedezték a perspektívát, vajon úgy rajzolja le az épületet, ahogy Brunelleschi tette 1413-ban? Elviszük őt Firenzébe, a reneszánsz otthonába. Esref menedzserével Joanna megérkezett Firenzébe. Az előtte álló feladat súlyos teherként nehezedik rá. Másnap, amikor a nap felkel, arra kérik, alkossa meg újra, amit Brunelleschi talált fel. Ezúttal szem nélkül. Nagyon aggódom a holnapi nap miatt, mert nem tudom biztosan, mire fognak kérni. Nem tudom, mi a perspektíva. Legjobban attól félek, hogy kudarcot vallok. Végre elérkezett a kísérlet napja. De az izgatott dr. Kennedy nem veszi észre, hogy Esref ideges, és kimerítették a vizsgálatok. Vajon Esref tudatában van annak, hogy mit csinál? Fantasztikus dolgokat művel. Milyen elvek szerint dolgozik? Tudja-e, milyen átfogó az alkalmazásuk? Nem tudom, tudja-e, hogy erre az épületre is alkalmazhatók? Vajon ez már túl nehéz lesz a számára? Nem tudom, de meg akarom tudni. Elizabeth felajánlotta DNS-ét az Oxfordi Egyetem neurogenetikusainak. De nem a soron következő vizsgálat miatt szorul össze a gyomra. Itt vagyok Londonban, és furcsa ez a helyzet, mert egyfelől kicsit ideges vagyok a vizsgálatok miatt. Másfelől viszont alig várom, hogy találkozzam a többi szinesztétával. Hallottam, hogy lesz köztük olyan is, akinek nagyon hasonló az érzékelése az enyémhez. Ő is érez ízeket is. Úgyhogy nekem ez nagyon izgalmas.
hogy beszélhetek vele. Elizabeth Salser nagyszabású kutatásban vesz részt, amelynek célja a szinesztézia genetikai markereinek megtalálása. Gondolatai azonban már annál a percnél járnak, amikor végre megismerheti génrokonait. Valóban különös társaság. A klarinét az olyan sárga szó. Szerinted? Igen, nekem nem. A klarinét olyan rózsaszínes, lilás szó, főleg a magánhangzók miatt. Hello. Téged vártunk. Ti is a DNS vizsgálatra jöttetek? Igen, csak állj be a sorba. Hogy hívnak? Illa. A te neved Elizabeth. Ragyogó sárga és élénk piros. Szuper. Szóval élénk színű nevem van. Nagyon is. Mindig azt hittem, hogy sötét a nevem. Téged hogy hívnak? Tessa. Az S sárga. Nálam is. Még kinél? Van valaki, akinél még sárga az S? Azt hallottam, van itt valaki, akinek az ízekre és szinesztéziája van. Ő az. Hello. Hello. Nagyon vártam, hogy megismerjem. Elizabeth vagyok Svájcból. Hello. Maga bizonyára James Vanerton. És milyen ízt érez, amikor Elizabeth nevét hallja? Olyan íze van, mint a finom omló süteménynek. Milyen hangszeren játszol? Furujázom és csembalózom, de a furuja a fő hangszerem. És a nagyon magas hang, az olyan ezüstös sárga színű, a nagyon mély pedig fekete, vagy kék. Barna. Igen, pontosan. Igen, az is, de van nálam egy festmény, meg tudom mutatni. Ez egy lassú Vivaldi darab eleje. Ez a hegedű szólam. James maga érez ízt a zenénél? Pont ezt akartam kérdezni Elizabeth-től. Maga a zenénél érez ízt, én a szavaknál. Megnézhetnénk együtt egy operát, vagy ilyesmit. Jó, szuper. Miközben Elizabeth és James operaházi rendezvúját tervezi, Wimnek a végzetével van találkozója. Végre elindulhat életelek nagyobb próbatételére. Mondhatják, hogy amit csinálok, azzal kihívom a sorsot. Tökéletesen igazuk van azoknak, akik azt gondolják, hogy ez őrültség. A mai napon Wim megpróbálkozik azzal, hogy új Guinness rekordot állítson fel. Ő akar lenni az egyetlen ember, akinek a filmmaratont mezitláb, havon és jégen sikerül lefutnia. Na vágjunk bele! Rajta! Tíz perc havonfutás után egy átlagos ember már nem bírná elviselni a fájdalmat a lábában. 20 perc elteltével a neuromuszkuláris rendszer annyira lehűlne, hogy az illető nem tudna állva maradni, és egy óra elteltével az átlagember valószínűleg már nem lenne eszméleténél. A kihűlés és a fagyás is reális kockázat. Hiába a hidegtűrő képesség, azt senki sem akarja, hogy Wim az életét kockáztassa. Ezért a táv minden egyes kilométerénél orvos fogja ellenőrizni. Minden rendben? Miközben Wim rendületlenül halad előre a havas vadonban, egy vak török férfi megkísérel túltenni Filippo Brunelleschin, a reneszánsz legjelentősebb építészén. Arra kérem Esrefet, üljön oda, ahol Brunelleschi volt, és rajzolja le az építményt. Esref! Hogy van? Örülök, hogy látom.
Annyi dolgunk van. Van egy nagyon érdekes épület, éppen mellettünk. És arra szeretném kérni, hogy rajzolja le. Először megnézzük az alakját. Ez az oldala, itt jön a sarka. Esrefnek semmit nem mondtak előre az épületről. Úgy ment bele a kísérletbe, hogy nem is tudta, mire fogják kérni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Esrefnek úgy kellene lerajzolni a Batisterót, hogy az oldalai lefelé és fölfelé a horizont irányába tartsanak össze. Brunelleschi ezt tette, és ezt rontja el még ma is a látó emberek többsége. Esref, szeretném, hogy úgy rajzolja le a Batisterót, mintha előtte állna. A teteje legyen magasan a feje fölött, és maga az épület homlokzata előtt áll. Rendben. Akkor rajta! Sydneyben reggel 6 óra van, és elérkezett Rüdiger Gamm pillanata. Kicsit izgulok, mert Rüdiger Gamm, a német szuperszámoló művész jön ma a műsorba. A műsor házigazdája, egykori matematikus, olyasmit fog kérni Rüdigertől, amit még sosem csinált. Ez lesz majd 7:30 után. De előbb még... Rüdiger még nem tudja, de hamarosan a 83-as számot kapja feladatul, és minden hatványát hibátlanul kell elsorolnia. Nagyon kíváncsi vagyok a következő vendégünkre. A számológépember Rüdiger Gamm van itt a stúdióban. Jó reggelt, Rüdiger! Jó reggelt! Hogy van? Jól, és maga? Nagyon jól. Fantasztikus számolásokat végez most, pedig a középiskolában még nem volt jó matekból. Igaz, hogy magától tanult és az iskolában nem voltak sikerei? Pontosan 2 héttel az iskola befejezése után fedeztem fel a képességemet. És minden ott kezdődött. Egyik pillanatról a másikra úgy számolt, mint a gép. Mondok egy kétjegyű számot, és maga elsorolja nekem a hatványait. A hallgatók kedvéért a 2 hatványai például a 2, 4, 8. A 2 a negyediken, az 16, és így tovább. Mondok egy kétjegyű számot, és maga sorolja a hatványait. Amíg csak tudja. Nálam van egy számológép. Lássuk, bírja a tempót. Legyen ez a szám 83. 571,787, 47,458,321. Gyerünk, Rüdiger, tovább! Wim már egy órája tartja a tempót. A táv felénél azonban a végtagjaiban gyengülni kezd a vérkeringés. Tizenegy kilométer van még hátra, de a fagyás most már igencsak valós kockázat, és az orvos is aggódik. Hogy van? Hogy érzi magát? Minden rendben. Csak a bal lábfejem zsibbad egy kicsit. Igen, zsibbad. Megnézhetem? Ez elég csúnya. Semmit sem érez? Nem sokat. Engem ez aggaszt. Nem néz ki túl jól. Jól van, folytassuk.
Fennáll annak a lehetősége, hogy elveszíti a lábujjait. Hét kilométerrel később úgy tűnik, Wim az idővel szemben fog alul maradni. Talán az ő szuperképességének is vannak határai. Lehet, hogy nem tud annyi hőt termelni, hogy megvédje lábujjait a visszafordíthatatlan károsodástól. Még 4 kilométer van hátra. Ez nagyon csúnya. Hogy érti? Nem tudom garantálni azt, hogy nem lesz károsodás. Igen, nem tudom most megígérni. Látja, hogy milyen fehérek, és kemények, vagyis nincs keringés. Biztos, hogy folytatni akarja? Igen. A maga döntése, Wim. Maga dönt, de nem ígérhetek semmit. Vállalja a kockázatot? Igen. Oké. Esref a kirakós felső részét már megoldotta, de a hátralévő két vonal az igazi teszt. Ausztráliában Rüdiger már a 9-re emelte a 83-at eddig hiba nélkül. 1, 5, 5, 1, 6, 0, 4, 1, 8, 7, 2, 0, 5, 8, 3, 4, 4, 9. 1, 2, 8, 7, 8, 3, 1, 4, 1, 8, 5, 3, 8, 5, 8, 3, 6, 2, 6, 7. 1, 0, 6, 8, 9, 0, 0, 7, 7, 3, 6, 6, 1, 1, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 6, 1. Rüdiger, ez teljesen pontos. Én megállítom itt. A következő szám már 10 milliárd trilliárd lett volna. Elképesztő. Igen. Meg se próbálom felolvasni. A 7. hatvány után én sem tudom a neveket. Hát ezért állt meg, és mondta csak számjegyenként. Hát lenyűgöző ez a matematikai képesség. És ha ilyen elméket ismerhetünk meg, az nekünk is megmutatja, mire képes a saját agyunk, és mit tud az emberi elme. Egykori matematikusként ez nekem már majdnem szexuális élmény volt. És mennyi 9×7? 63. Igen! Esref Armagan számára eljött az igazság pillanata. Úgy kell meghúznia a két alsó vonalat, hogy a tető felé tartsanak össze. A vakfestő épp most írta be magát a történelembe. Felülmúlt a Filippo Brunelleschit, a reneszánsz mestert.
Okay. Bravo, bravo, yeah. Csoki jöttem. This is a moment. Ez a pillanat először 600 évvel ezelőtt történt meg itt. Másodszor pedig ma. A sarkkörön túl Wim Hof félmaratonjából már csak 1 kilométer van hátra. Már látja a célvonalat. Meg fogjuk csinálni. Ott az aranyérem. A napfény. Győztünk! Igen! Wim Hof beállította a Guinness rekordot. Az első, akinek sikerült mezítláb, jégen és havon lefutni a félmaratont. A végén kisütött a nap. Egyenesen bele a szemembe, mint egy aranyérem. Ott van, Ni. Az aranyérem. De lehet, hogy a futás a lábujjaiba kerül. Gyönyörű volt. Régebben azt hittem, egyedül vagyok, más vagyok. Nem tudtam beszélni a többiekkel, nem értettek meg, de most úgy érzem, ugyanazt a nyelvet beszéljük. Igazán különleges érzés volt. Honnan hallott erről az énekesről? Az énekesnő egy barátnő. Nagyszerű volt. Tetszik a hangja. Hallottam már máskor is. Fantasztikus ízeket érzek tőle. Például abban, amit ma énekelt, nagyon sok joghurt és ananász volt. Joghurt? A maga keresztneve is joghurt ízű. A maga vezetékneve pedig ketchupos. Ó, az nem finom. Hát a sütihez nem nagyon ír. Nem illenek össze, a sütis keresztnevem a ketchupos vezetéknevemmel. És a maga neve? Maga emlegette a rágógumit. Hát az én nevem olyan ízű. Négy óra telt el Wim futása óta, és az orvosnak rossz híre van. Látja a különbséget. Ezekkel nincs gond, kicsit feketék, ezek viszont teljesen feketék. Ha a vérkeringés nem áll vissza, akkor elhalnak. Úgy becsüli, körülbelül 45-60 percig nem volt vérkeringés Wim lábujjaiban. Lehet, hogy amputálni kell. Ez az ostoba szín. Olyan, mint egy hulláé. Nem tetszik. Gyerünk már! A harvardiak megkeresték SRF menedzserét, Joant. Nagyon érdekesnek találják a kezdeti eredményeket, és szeretnék folytatni a vizsgálatot. SRF azonban már nem akar semmit bebizonyítani. Nemet mondtam. Nem vagyok kísérleti nyúl. Nem megyek be megint azokba a gépekbe. Sajnálom, de nem érdekel a kutatásuk. Legfeljebb nem fejezik be. Habár Wim Hof fagyása elég súlyos volt, még fel is hólyagosodott tőle a lába, mégsem vesztette el lábujjait.
Az orvos nem talál rá magyarázatot, de úgy tűnik, a képessége arra is jó, hogy új életet leheljen fagyott szöveteibe. Összességében pozitívak az érzéseim, és amint lehet, járni akarok, hogy nekivághassak a következő feladatnak, a Mount Everestnek. A hideg most is a barátom. És miért ne akarnék újra találkozni a barátommal? Mindig vissza fogok menni hozzá. Bostonban késő este van. Ray Kurzweil elnök irodájában várja a legutóbbi orvosi vizsgálatának eredményét. Ma 59 éves. Hello, Terry, örülök, hogy látlak. Kurzweil hosszú élet specialistája, Dr. Grossman, közli a vérvizsgálat eredményét. Most kiderül, van-e esély arra, hogy örökké élhessen. Boldog születésnapot kívánok! Biztos vagyok benne, hogy lesz még belőle jó sok. Emlékszel? Ugye nagyjából egy éve megnéztük a biológiai korodat, és 40 évet állapítottunk meg. A mostani vizsgálat eredménye ugyanez, vagy talán még egy kicsit kevesebb. Nem is érzem idősebbnek magam. Az a célom, hogy amikor 60 leszek, a biológiai korom 39 legyen. Úgy látom, a 60 ma 40-nek számít, úgyhogy még egyszer boldog születésnapot. Nagyon köszönöm, Terry, minden jó. Hamarosan megint beszélünk, Ray. Így tehát, legalább még egy újabb évig, Mr. Halhatatlan tovább élhet az álmának. Talán szemtanúja is lehet a fantasztikus jövőnek, amelyet megváltoztat a génsebészet. Szerintem ezek a változások megállíthatatlanok. Ezek az apró lépések egy nagyon más világba visznek minket, és ezek az apró lépések egyre gyorsabbak és gyorsabbak. Az eszközeink ezekhez a változtatásokhoz egyre erősebbek, és egyre több dologra vannak hatással. Nem csak a szerszámainkra, hanem konkrétan a testünkre és az agyunkra is. Ma van az 59. születésnapom. Az ember várható élettartama nem konstans. Ha elég kitartóak, talán a saját szemükkel láthatják, amit ez a rendkívüli évszázad tartogat nekünk. Köszönöm. A jövőben Dr. Bruce Lahn és genetikus társai a mi fajunk génjeit is manipulálni fogják, és ezzel más értelmet adnak az emberi létnek. Dr. Lahn teremtménye nem csupán áttörést jelent a fajok egyesítésében, de az emberi élet meghosszabbítására is hatással van. Ha a kimérában egyesült fajok képesek együtt létezni, akkor talán emberi sejtek is élhetnek állati embrióban. És ez megteremthetné a lehetőségét a szervfarmoknak, ahol állatokban növesztenének átültethető emberi szerveket. Képzelje el, hogy egy vesebeteg új veséhez juthatna egy ilyen farmon nevelt disznóból. Az elképzelés az, hogy emberi sejteket és összetett emberi szerveket növesztenénk állatokban. Dr. Lahn munkássága elmossa a határvonalat a tudományos fantasztikum és a valóság között. Az evolúció szabályai változnak. Amit eddig a természetre bíztunk, most az emberek kezébe kerül. Az emberi fajt talán azzal lehet a legjobban jellemezni, hogy folyamatosan és drámaian fejlődik. És ha a génsebészet ezt felgyorsítja, annál jobb. És talán attól leszünk még emberibbek, ha elfogadjuk ezt a változást. Ezek a valódi szuperemberek fantasztikus lehetőségek felé nyitnak kaput a tudománynak. Segítségükkel fajunk újabb lépést tehet előre az evolúcióban. Eddig egyetlen fajnak sem volt lehetősége, hogy irányítsa saját fejlődését, de most már van. A génsebészet gyors fejlődése mindnyájunkra hatással lesz, és a nagyon közeli jövőben az emberiség is megváltozik. Akár készen állunk rá, akár nem.
folytatjuk.